Megy, hang, megvan. Jó, akkor ígyünk pálinkát. Jaj. Sziasztok, én Fóger Frigyes vagyok, független, szabad filmes, jobban mondva. És ez itt az egy őrült naplójának a legújabb epizódja, most egy ilyen podcast formában. Ugyanis már egy jó ideje tesztek föl nekem kérdéseket. Akik még nem ismernek, azoknak csak annyit gyorsan, röviden így az adás elején, hogy én 72-es születésű vagyok, Budapesten születtem, az őseim Erdélyből származnak, én az életemnek a túlnyomó részét külföldön, különböző országokban, kontinenseken töltöttem, és most egy évvel ezelőtt, egy jó évvel ezelőtt a sors úgy hozta, és úgy döntöttem, hogy igen, visszajövök Erdélybe, az őseim földjére, és azóta itt vagyok Kalotaszeg körzetében, környékén található hegyekben. Egy barátom, egy holland barátomnak a házára vigyázok, és tavaly óta innen Erdélyországból járom a világot, illetve egészen pontosan itt Erdélyben mozgok főleg, ugyanis keresem azokat az embereket, akiktől tudunk tanulni, és inspirálhat titeket egy-két olyan alkotásom, amivel megpróbálom őket bemutatni nektek, hogy itt is élnek emberek. Nemrégen Kolozsváron volt egy rendezvény Magyar Napok címmel a Farkas utcában, ahol én is ellátogattam egyik barátommal, vittem a kamerámat is, és hát ugye lementünk innen a hegyekből. Amikor a Farkas utca kellős középére beértünk, megbök a barátom, és mondja, na, nézd csak oda, ki van ott? Hát, a Viszkis. Hogy itt találkozunk Kolozsváron? Voltam 3 évvel ezelőtt Kolozsváron, és egyrészt megtetszett a város, ugyanis én korábban ugye csíkszerdei születésű vagyok, és mindig, amikor Kolozsváron átmentem, csak a panelokat láttam, és én azt hittem, Kolozsvár ebből áll. Aztán 3 évvel ezelőtt itt voltam, és hát konkrétan pofára estem, mert egy nagyon szép városba csöppentem, és mindenféle szempontból, mind kulturálisan, mind mindenféle szempontból nekem ez egyrészt tetszik, plusz ugye nem vagyok lokálpatrióta, ugye én Esztergomban élek most már nagyon régóta, viszont itt születtem Erdélyben, és gyakorlatilag olyan kézműves ember vagyok, igyekszem minden a vására elmenni, aminek látok értelmét. Ha lehetne 3 kívánságot, mi lenne az első? Hát tekintettel arra, hogy mivel a mondat úgy kezdődik, hogy ha, tehát innentől kezdve okafogyott át a történet, és nem vagyok aranyhal, tehát egyébként a bankkancs listámon lényegében megvan minden, nincs szükségem most már semmi, ugye nagyon sokáig a bankok támogattak, tehát igazából nem kell már semmi. Nyilván annyi pénz kell, hogy a családomat el tudjam tartani, de összességében talán azt hiszem, hogy egy Maseratira még vágyom, tehát egy Quattro Portéra azért még arra is szeretnék, de abból ki is berülne minden, tehát nekem ez, imádom a Pininfarina által tervezett ezt a típust, és ugye Ferrari motor van benne, és ezt azért még úgy szeretnék egyszer kipróbálni egy ilyet. Lehet a bankok segítenek majd. Hát ők nem fognak már, de nem is baj. Hazai szerzőtől mi végre vagyunk a világon? Hát én azt gondolom, hogy azért vagyunk a világon, hogy valamilyen nyomot hagyjunk, és ugye nem akarok se Tamás Járonnal, senkivel, nem a Benedek Elekkel sem akarok példázódni, mert nyilván ők túlságosan nagy nevek, hogy de azt hiszem, hogy lehet ikletet meríteni abból, hogy az ember, ugye nyilván mi csak egy pillantás a mi életünk tulajdonképpen, hogyha megnézzük az univerzumot, akkor a mi életünk, a mi tevékenységünk az csak egy a történelemben, vagy bármivel megnézzük, akkor nekünk csak itt 100 másodperceink vannak. Viszont én hiszem azt, hogy valami lenyomatot kell hagyni nekem. Most születik a második gyerekem, és kisfiú lesz, és bízom benne, hogy valamit át tudok adni azon kívül, hogy kiraboltam 30 bankot. Akkor hát csapjunk a lecsóba. Az első kérdés. Minek is látom én a hiányát a mai világban? Nagyon egyszerű. Bátorság, elegancia, tolerancia, küzdőképesség. És legfőképpen edukáció. Igazi, jó minőségű edukációnak a hiányát látom. Egy kedves úriember kérdezi, hogy a kulturális kreatívok filmjeim kapcsán hogy látom az életet ma? Hát ezeket a filmeket
15-16 évvel ezelőtt forgattam többnyire a világ minden pontján, és Magyarországon is, ott kezdődött. Hogy látom a helyzetet? Hát, amit látok, egyre világosabban az a következő. A mainstream média úgy, ahogy van, minden pillanatban erősebb. A független média, ami nem létezik persze, hanem mondjuk úgy, hogy a szabad média, ami hát most már azért a különböző videó megosztókon is azért már valahogy cseperedik fölfelé. A kezdeményezések, akik például a mainstream médiából elhagyták a show business-t és próbáltak alakítani Magyarországon is ilyen nemzeti érzelmű vagy egyéb médiákat, hamvába holtak el, ugyanis azt láttam, hogy rögtön az emberi minőségek nem voltak eléggé megfelelőek, hogy együtt tudjanak működni egymással ezek a volt média munkások, média szakemberek, és itt derül ki a lényeg számomra, hogy én úgy láttam, hogy a kulturális kreatívoknak nevezett tudatosabb embertömeg, individuumok bizony vannak, növekszenek a tapasztalataim alapján. Sajnos úgy látszik, hogy még nem értük el a kritikus tömeget, a tipping pointot, amiről a filmjeim is szólnak. Bár valószínűleg nagyon a közelében vagyunk, ugyanis rengeteg pozitív dolgot látok, amit viszont nem mutatnak be se a mainstream médiában a mai napig elégszer, vagy nem is található nagyon még az alternatív médiában se nagyon, mert egyszerűen nem profik legtöbben, akik ezt megpróbálják mutatni, be akarják mutatni. Tehát én úgy látom, hogy a profizmus hiányzik a független szabad médiából, hát független az nincs persze, ezt már mondtam, saját magunkon kellene először elkezdeni dolgozni. Hiába alapítunk cégeket, organikus cégeket, etikus bankokat, meg mindenféle szabad iskolákat, amikor menet közben kiderülnek a dolgok, hogy bizony mindenki meg akarja változtatni a világot, de nem saját magán akarja ezt elkezdeni. Ebbe a hibába én is csomószor beleestem az életem folyamán, viszont akkor rájöttem, megtanultam kemény kudarcok árán, hogy a saját portámon kell először sepregetni, és azt is nagyon megtanultam, hogy aki tudja, csinálja, és aki nem tudja, azt tanítja. Úgyhogy azok, akik jó indulatúan előadásokat tartanak, és persze biztosan sok jó értelmes dolgokat megosztanak emberekkel, és inspirálják őket, azok általában nem tudnak játszani, hanem csak tanítják, aztán hazamennek, és a négy fal között egy kicsit máshogy élik az életüket, mint ahogyan próbálják tanítani az embertársaikat. Ezt mindenhol láttam eddig, még itt Erdélyben is, de Új-Zélandtól kezdve Egyesült Államokon át. Sajnos azt látom, hogy még nincsen egyensúlyban az, hogy a kinti világban, ahogyan élünk és mutatjuk a jobbik énünket, vagy a saját privát szféránkban, hogyan mennyire, milyen energiákkal, milyen vehemenciával tudunk dolgozni, vagy türelemmel saját magunkon. Na, a lényeg az, hogy szerintem ez a furcsa világhelyzet, amit most élünk, direkt az algoritmusok miatt nem akarom megnevezni, egy kiváló lehetőség arra, hogy kicsit magunkban nézzünk, végigudoljuk a dolgokat, nem baj az, hogyha van most egy kis nyomás, és nem baj az, hogyha egy kicsit szenvedni kell, mert szerintem ez segíthet, hogy lépjünk előre. Egy biztos. Itt Erdélyben, amióta találkozok mindkét oldallal, a román oldallal és a magyar oldallal, azt látom, hogy csomó minden jó irányba fejlődik. A mélyben persze ott vannak a sérülések, a fájdalmak, a harag mindkét oldalon, de amit elképesztő tapasztalom minden alkalommal, hogy sokszor az egyik oldal például nincsen tisztában az alapvető tényekkel, történelmi, kulturális tényekkel, és legtöbbször lenyomják, nem akarnak tudni róluk. Ez a másik oldalon lévő mai fiatalokat is jellemzi egyébként, érdekes. Viszont, hogyha nem tudunk semmit a múltunkról, vagy csak hazugságokat tudunk, vagy csak féligazságokat, azt tapasztaltam, hogy egy idő után ez visszaüthet. Na, de hát ezt mindenki tudja. Én itt személyesen azt tapasztalom itt a Szormányban, vagy Székelyföldön, hogy mindkét oldalon vannak pozitív mozgások, ezeket sajnos nem nagyon mutatja be egyik média sem, hiszen általában a médiák, ugye a nagy médiák azok a konfliktusokra épülnek, tehát azt úgy tudnak eladni médiatermékeket, de van közeledés, látok nagyon jó dolgokat,
Nekem voltak persze olyan napjaim, meg heteim itt, amikor kemény dolgokkal kellett szembesülnem, és bizony néha oda kellett csapnom én is, hogy ez nem igaz, amit hallok. És akkor meg kellett mondani, amiből balhé lett, de próbáltam türelemmel, szeretettel, viszont határozottan kiállni azért az igazságért, amiről úgy tudtam, hogy objektív. Ezt az adást, és ez most a reklám helye, a Demeter bor támogatja. Demeter Csaba, barátom, aki Egerben a Szép Asszony völgyben található, pincészetével csodálatos művészetet hozott létre az utóbbi évtizedekben. Nagyon jó ember, Waldorf iskola alapítók többek közt, voltam néhány évvel ezelőtt náluk, amikor is készítettem róla egy kis mini portréfilmet, ott Egerben készítettem neki néhány ilyen rövid párperces promót is. Annó, amiben most megmutatok nektek néhány részletet, ugyanis ahhoz, hogy én is meg tudjak élni, és továbbra is tudjak szabadon alkotni, mint az utóbbi évtizedekben, én is többnyire pénzből élek, tehát hogyha valakinek, valamelyikőtöknek szüksége van művészi, profi rövid promókra, akkor ilyen zsánri dolgokat, amiket most ide gyorsan bevágok nektek, tudok készíteni, és nyugodtan keressetek meg telefonon vagy e-mailben, azt beszéljük meg, és hogyha kell, akkor átmegyek Magyarországra, és készítek nektek, segítek nektek, hogy az üzletetek, a vállalkozásotoknak legyen egy szebb arculata esetleg. Úgyhogy, na, erről ennyit, és akkor most forogjon Csabának a Szép Asszony völgyben készített egy-két promójából egy rövid részletek, hogy lássátok, hogy Magyarországra ilyenkor hogy szoktam dolgozni. Anyu, apu, sziasztok! Benne vagyok a tévében. Borban az igazság? Keressük együtt! Tudom, hogy nem olvastátok Márait, vagy Hamvas bor filozófiáját. Gyertek hozzánk, filozofáljunk együtt, együtt, együtt. Kérdeztétek, hogy nem őrülök-e meg itt az egyedül létben. Hát ez egy őrült naplója, úgyhogy ezt mindenki maga döntse el, milyen a mentális szituáció jelen pillanatban, de az egyedül lét sokszor nekem jó, tudok jobban dolgozni, én általában hajnali 5 órakor szoktam fölkelni, és rögtön akkor jönnek a friss jó gondolatok, ihlet, amit úgy reggel 8-ig le is zárul. Érdekes egyébként, amikor Vekerdi Tamásnál forgattam egy ilyen kis mini portréfilmet róla, akkor ő is hasonlót mondott, hogy ő is ilyen ritmusban élt, ha jól emlékszem. Hiányt nem szenvedek semmiben, bár sokszor nagyon ki kell centízem a dolgokat. Itt sokszor nincsen áram, vagy nincs víz itt fent a hegyekben. Volt egy korábbi videoblogom, ahol bemutattam nektek, hogy milyen körülmények között élek. A lényeg az, hogy többen segítettetek nekem kisebb adományokkal, amelyeket én nagyon-nagyon szépen köszönök most is, és hogyha úgy érzitek, hogy fontos, amit csinálok, és szeretnétek minél több alkotásomat látni a jövőben is,
Illetve ha szeretnétek, hogy kialakuljon egy ilyen beszélgetés, egy ilyen podcast, amit esetleg rendszeressé is tehetnék, hogyha van kérdéseitek, mert a helyzet az, hogy én nekem nagyon nehéz ez itt a asztal mögött két kamerával beállni, és saját magamat venni, ugyanis számomra ez olyan, mint amikor akasztják a hóhért, azt hiszem így mondják. Viszont van még mondani valom, és nem szeretnék viszont megmondó ember lenni. Itt már nagyon nagy divat, hogy mindenki mondja a tutit, a frankót, mindenről, pláne itt ezeken a közösségi média felületeken. Én viszont, nekem kérdéseim szoktak lenni. És lesz olyan adás, hogy csak felolvasom az én kérdéseimet nektek. És akkor lehet válaszolni, beszélhetünk, ez egy ilyen jammelés is lehet, így a zenei világhoz így hívják. Miért ne? Én már nagyon unom ezeket a kialakult struktúrákat, és amit a mainstreambe, vagy a, hát, az alternatív médiában is lehet látni, én szeretném, hogyha esetleg ezeknek a podcastoknak van létjogosultsága, tehát hogyha szeretnétek, hogy ez folytatódjon, akkor szerkesszük ezeket az adásokat együtt. Viszont az egyik kérdésedekre visszatérve, mindig el kell mondjam, hogy az a tapasztalatom, hogy mindenki várja másoktól az első lépést. Úgyhogy én azt látom, hogy ha bátran, ha lenne elég bátorsága mindenkinek ahhoz, hogy azt a bizonyos első lépést megtegye az életébe, akkor már sokkal előrébb tartanánk, de szerintem fontos, hogy türelmesek is legyünk egymással, és ne csak bátrak. Ja, igen, hogy türelmesek is legyünk egymással. Na, így az adás végén szeretnék nektek felolvasni néhány sort egy bizonyos úriembertől, akitől már egyszer a korábbi néhány héttel ezelőtti Dunadeltás kiruccanásom alkalmával annak a videóblognak a végén felolvastam néhány sort, és betalált. Betalált nálatok, ugyanis a visszajelzések kapcsán többen kérdeztétek, hogy ki a fene az az illető, aki ilyen gyönyörű gondolatokat kiküzdött magából. Engedjétek meg nekem, hogy még ne mondjam ki a nevét, mert így lehet, hogy egy kicsit jobban lehet gyakorolni az előítéletmentes gondolkodás néhányoknak. Viszont azt tudom nektek mondani, hogy ez az illető ugyancsak beilleszkedik abba a sorba, azoknak a gondolkodóknak és a művészeknek a sorába, akik nélkül én nem tudnék élni. Mikor kicsi voltam, akkor rengeteg könyvet olvastam, kamaszkoromban is, a nagy mesekönyvek és germán kelt a regék, mondák után, gyorsan kezembe került például a Szepes Máriának a Vörös Oroszlán című könyv, akkor még a Kozmosz Fantasztikus könyvek sorozatában, hát igen, még akkor cenzúrázva, kivettek belőle több részt, úgy adták elő, de mondom, Tamási Ádámtól kezdve rengeteg ember meghatározta a gondolkodásomat a mai napig, de ugyanúgy Rudolf Steiner hatalmas életműve, vagy Carl Gustav Jung, vagy Hermann Hesse-nek a csodálatos alkotásai. Hát igen, ezekből élek a mai napig is. Nem egyszerű ezt felolvasni, többször belesültem, úgyhogy most ismét nekifutok. Az eddigi próbálkozásokat kivágtam, de talán ez most menni fog. Ahhoz, hogy megbirkozzunk a valamennyiünk előtt álló megszámlálhatatlan problémával, vajon nem önismeretre van-e leginkább szükségünk? Valóban az egyik legbonyolultabb dolog az öntudat, amely azonban nem jelent elszigeteltséget vagy a világtól való visszavonulást. Ismerni önmagunkat alapvető fontosságú, de ez nem mehet kapcsolatrendszerünk rovására. Nagy hiba volna arra gondolni, hogy képesek lehetünk a tökéletes és alapvető önismeretre elszigetelődés és magunkba fordulás útján, vagy azáltal, hogy pszichológushoz, paphoz fordulunk, esetleg könyvekből olvashatjuk ki, hogyan lehet szert tenni az önismeretre. Ez nyilvánvalóan végtelen folyamat. Önmagunk megismerése, amelynek során tudatos cselekvésre van szükség. A feladat nem más, mint a kapcsolatteremtés. Felfedezzük önmagunkat, de nem befelé fordulás és elszigetelődés által, hanem a világhoz való viszonyunkon keresztül a társadalomhoz, feleségünkhöz, férjünkhöz, testvérünkhöz, az emberekhez fűződő kapcsolataink tükrében. Ugyanakkor a külvilágból érkező hatásokra adott válaszaink keletkezésének megismeréséhez különösen éber és kifinomult elme szükséges. Köszönöm a figyelmeteket, minden jót! Vigyázzatok egymásra, magatokra. Sziasztok!